Köszöntöm az Együtt magazin nézőit, érdemes lesz ma is velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. Mivel a kisgyermekek maguktól nem veszik észre, hogy nem látnak jól, a szülő felelőssége az, hogy időben felfedezze ezt a problémát. Egy átfogó látású vizsgálat felfedi a fénytörési hibákat, és egy megfelelő szemüveggel a kisgyermeknek nem kell attól tartani, hogy lemarad a tanulásban. A jó látás alapvető feltétele az eredményes tanulásnak, hiszen az információ 80%-át a szemen keresztül szerzik meg a gyerekek. A statisztikák szerint azonban az iskoláskorúak közel egynegyedére valamilyen típusú látásromlás jellemző, ezért iskolakezdéskor érdemes elvégeztetni egy átfogó vizsgálatot. Annak a gyereknek, akinek már volt szemüvege, érdemes iskolakezdés előtt mindenképpen egy kontroll szemvizsgálatot csináltatni, hiszen a nyáron nőhetett, történhetett bármi, amivel azt a szemüveget kinőtte, vagy esetleg más dioptriára van szüksége. Azoknál a gyerekeknél, akiknél nem volt szemüveg, ott pedig bizonyos életkor után már csak akkor kell menni, hogyha valamilyen panasz van. Ez a panasz lehet az, hogy nem szeret esetleg olvasni, közel hajol az olvasáshoz, közel megy a tévéhez, fejfájása van, látszik, hogy behúz a szeme. A kisebb gyerekeknél viszont érdemes évente egyszer elvinni szemvizsgálatra, hogy nem változott el, nem kell-e a szemüveg neki. Bár a tanév során gyermekorvos vagy iskolaorvos többnyire végeztet a gyermekekkel táblaolvasásos látásfelmérést, ez nem egyenlő egy alapos szemészeti vizsgálattal. A jó látás ugyanis nem csak a távoli látás élességről szól. Éppen ilyen fontos a közelre fókuszálás képessége, a két szem együttműködése, a szemmozgató izmok működése és a szem, valamint a kézmozgások összehangolása is. Érdemes mindezeket szemész, gyermekszemész szakorvossal megvizsgáltatni, különösen az első osztályba lépőknek, hogy az esetleges hibákat még idejében korrigálni lehessen. A vizsgálat egyébként nem csak gyors, fájdalommentes is. A gyereknek semmiképpen nem kell félni ettől a vizsgálattól, az orvos szinte hozzá sem nyúl. Vannak modern gépek, a piciknek olyan kis gép, amikor az édesanyjának az ölébe tud ülni, egy mosolygós arcot tartunk elé, az villog, hangot ad, és gyakorlatilag egy kellemes környezetet ad neki, odafigyel, nyugodtan ülhet az édesanyja ölében, a nagyobbaknak már pedig ugyanazokkal a gépekkel vizsgáljuk, mint a felnőtteket, de természetesen ez nem fáj. A divat folyamatosan változik, amit a gyerekek szívesen követnek, így a szemüveg viselésének ténye sem okoz legtöbbjüknek problémát. Nagyon sok szép modern keretet lehet kapni, hála Istennek a médiában is azt látják, hogy nagyon szép keretek vannak híres embereken, úgyhogy mi azt vettük észre, hogy a gyerekek szívesebben viselik, inkább néha a szülőknek egy nagy trauma, amikor a gyermeke szemüveges lesz. 16 éves kor alatt nagyon kontaktlencsét nem ajánlunk. 16 éves kor felett is csak bizonyos megkötésekkel, vagy nem állandóan használja, tart olyan napokat, amikor pihenteti a szemét, úgyhogy kisgyerekeknek semmiképpen kontaktlencsét, csak bizonyos speciális orvosi esetekben. Mivel a kisgyermekek maguktól nem veszik észre, hogy nem látnak jól, illetve nem gondolják, hogy mások esetleg másként látnak, mint ők maguk, a szülő felelőssége a probléma időben történő felfedezése. A látásromlás ugyanis nem csak megállítható, vissza is fordítható folyamat. Hogyha időben van kezelve, piciknél akkor mindenképpen akár el is hagyhatja a szemüveget, illetve nagyon fontos, hogyha nincs kezelve ez a látás, akkor általában az egyik szem ambliópá tompalátóvá válik, amit viszont később, 8-10 éves kor után már nem is nagyon lehet visszafordítani. Az a szeme, az lát, de nem élesen, és bármilyen dioptriát rakunk elé, akár szemüveget, kontaktlencsét, soha nem tudjuk élesre varázsolni azt a képet. Iskoláskorú gyermekek szüleinek tehát érdemes szemésszel konzultálniuk akkor is, hogyha a következő tünetek közül bármelyik is jelentkezik. Így például, hogyha a gyermek olvasáskor nyugtalan, közelebb tartja az olvasott szöveget a normálisnál, gyakran felcseréli a betűket írásban és olvasásban egyaránt, az olvasni már jól tudó gyerek ujjával követi az olvasott szöveget, olvasásban kihagyja, vagy pedig elvéti a rövid szavakat, illetve rendszeresen az általános képességei alatt teljesít. A szemészeti problémák egyik leggyakoribb intőjele egyébként a már felsorolt visszatérő fejfájás, a gyermekszemészeti rendelések 8-10%-át teszik ki a fejfájós gyerekek. A demencia módozatainak kezelésével ismerkedhettek meg az érdeklődők hétvégén a Szent István Művelődési Házban az Alzheimer Café keretében.
A katolikus szeretetszolgálat országos papi otthona szervezésében a Szent István Művelődési Ház adott otthont az Alzheimer Café programsorozat első találkozójának. A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat szakemberei a demencia, mint a korral, az öregedéssel, szellemi funkciók leépülésével, romlásával járó betegség kezeléséről tartottak előadást, amely kulcskérdés a társadalom számára. Nem lehetünk magunknak valók, amikor egy ilyen betegséggel szembesülünk. Magyarországon van körülbelül 200 ezer Alzheimer, illetve egyéb demenciával élő idős ember, és ha azt tekintetbe vesszük, hogy nekik egy, kettő vagy több hozzátartozójuk is van, akkor ez körülbelül 1 millió embert érint ez a probléma ma hazánkban. Milyen megoldások léteznek? Hát nyilvánvaló, hogy itt lépcsőről lépcsőre kell lépni ahhoz, hogy egyáltalán lehetőség nyíljon arra, hogy végső megoldást nyilván nem találhatunk, de segítséget igen. Egyelőre ez egy gyógyíthatatlan betegség, maga az Alzheimer-kór, de egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan telik el az a 10-15 esztendő, ameddig ez a betegség tart. Időseket érint, akik egyébként adott esetben sok más problémával küzdenek, lehet, hogy már nagyot hallanak, lehet, hogy már a látásuk is romlik, vagy mozgásszervi bajaik is vannak, és ehhez társul a szellemi hanyatlásnak egy kóros foka, amikor a feledékenységen túlmenően már esetleg eltévednek, esetleg saját magukra, környezetükre nézve nem tudnak jól tájékozódni, magyarul önmaguk ellátására egy idő után képtelenné válnak, és mindenféleképpen segítségre szorulnak. A diagnózis, maga a betegség kezelése az az egészségügyet érintő kérdés, viszont ezeknek a betegeknek a kísérete és az otthoni gondozásnak a támogatása, az pedig a szociális ellátórendszer dolga, illetve ahelyett, hogy ahogy manapság van, hogy ezek az idős emberek és a családok tétován kóborolnak az ellátórendszerek között segítség után kutatva és információhiányban szenvednek, ahelyett ezeknek a rendszereknek együtt kellene sokkal szorosabban dolgozniuk, és sokkal több információt kellene adnunk a betegeknek is, meg a hozzátartozóknak is. Összefoglalva, a rendkívül felelősség hárul az államra, az egészségügyi kormányzatra egyik oldalról, a környezetre, a családra. És ez így együtt az összefogással talán segítséget nyújt. Ugyanakkor hol tartunk ma? Ennek tükrében, amit az imént elmondott. Igen, ennek a betegségeknek a folyamán rendkívül sok fizikai, lelki teher hárul a gondozókra, és nagyon sok financiális következménye is van ennek a betegségnek. Gondoljunk abba bele, hogyha valamelyikünk édesapját, édesanyját gondozni kényszerül a nap 24 órájában, úgy, hogy ez egyébként nem a tanult szakmája, könnyen lehet, hogy arra kerül sor, hogy feladja az állását, és 24 órás gondozóvá váljon. A legnagyobb probléma ezzel a betegséggel egyébként, hogy részint a betegek, részint a gondozó családok, a gondozó hozzátartozók egy idő után izolálódnak, elszakadnak saját kapcsolataiktól, korábbi kapcsolataiktól. Mi ennek az oka? Egyrészt az, hogy ezt a betegséget nem írjuk ki magunkra szívesen. Azt sem, hogyha egy hozzátartozónk szenved ebben a betegségben. Ennek van egy nagyon komoly, stigmatizáló hatása még ennek a diagnózisnak, hogy Alzheimer-kór. Például az Alzheimer Café, amit itt útjára indítunk, reményeink szerint rendszeres alkalom lesz ez Székesfehérváron is, alkalom arra, hogy a betegek, a korai stádiumban levő betegek, a hozzátartozók és a szakemberek találkozzanak, információk áramolhatnak a megfelelő irányokba, segítséget kaphatnak a hozzátartozók, akár a mindennapi ápolással kapcsolatos apró trükkökben, hogy lehet rávenni a beteget bizonyos kötelező napi tevékenységekre, mondjuk az öltözködésre vagy az étkezésre, amikor azt mondja, hogy nem vagyok éhes, mert már ettem. De a csoporthoz való tartozás élménye is nagyon sokat jelent, azt megtapasztalni, hogy nem vagyunk egyedül. Nem mi csinálunk valamit rosszul, hanem a betegséggel küszködünk mindannyian. A betegség előre haladtával egyre nagyobb szerep jut a társadalomnak, a környezetnek, az egyháznak is. Figyelemre méltó, hogy ma Magyarországon mintegy 200 ezeren szenvednek Alzheimer-kórban, és az elmúlt évek kutatásai azt mutatják, a demens betegek száma egyre nő, amelyet csak részben indokol társadalmunk előregedése. Spányi Antal megyéspüspök köszöntőjében kiemelte, a demens betegekért létrehozott interprofessionális demencia alapprogram, az INDA projekt országszerte működtetni kíván olyan pontokat, ahol információs anyaggal szolgálnak minden érintettnek,
A Fehérvári Alzheimer Café programja is ezt a célt szolgálják. Szent II. János Pál pápa, akit azt hiszem nem csak felekezetre való tekintet nélkül, hanem hit nélkül élő emberek is egyformán szerettek és tiszteltek, azt beszélt arról az egyházban, hogy a mi küldetésünk az, hogy keressük az embert, és az emberhez szóljunk ott, ahol ő van. Ez nem csak helyet jelent a világban, hanem jelenti azt is, hogy abban az állapotban szóljunk az emberhez, amelyben éppen az ember van. Az egyik ember tervezi a jövőjét, álmodozik valami szépről, amit meg akar valósítani, lehet mellé állni és segíteni. A másik ember éppen talán aggódik valakiért, akit szeret, tele van a szíve szorongással és félti, mert kívülről látja az életútját és tudja esetleg, hogy mi az, ami rá vár, lehet mellé állni és együtt szorongani, inkább a szorongását oldani, hiszen az aggodalom, amit megosztunk, az olyan, mint a bálat, amit megosztunk, az csökkenni fog. És látunk embereket, akik ott vannak, és önmagukat sem értik, talán feledékenységgel, ki tudja, mi mindennel küzdködnek, szenvednek, megszólítani őket ott, ahol vannak. Talán nem is az a fontos nekik, hogy mit mondunk nekik, sokkal inkább a fontos nekik az, hogy ott vagyunk mellettük, hogy tudunk hozzájuk szólni, hogy meg tudjuk hallgatni őket, hogy fontosak a mi számunkra, hogy éreztessük meg velük a szeretetünket. Christine Bryden számos, az Alzheimer korral, a demenciával foglalkozó kötet szerzője, aki maga is átélte a betegséget, írja. Hiszem, hogy a demenciában szenvedők nagyon fontos utat járnak be, az értelemtől az érzelmen át a lélekig. A társadalomnak ezt is figyelembe kell vennie, tehetjük hozzá. Folytatódott a Herbarius gyógynövénygyűjtő túrák sorozata. A program célpontja ezúttal Pátka és környéke volt, Lencsés Rita vezetésével. Gyógynövényeket, őszi terméseket és bogyókat gyűjthettek az érdeklődők. Az egészséges alapanyagokat. Vasárnap reggel túrázók egy csoportja gyülekezett a pátkai benzinkútnál. Rövid egyeztetést követően útnak is indult a csapat. Sokféle eljárással is tudtok előállítani, akár teát, szirupot, szörpöt, teákat. Folytatódott a Herbarius gyógynövénygyűjtő túrák sorozata. A program célpontja ezúttal Pátka és környéke volt. Lencsés Rita vezetésével őszi terméseket, gyógynövényeket és bogyókat gyűjtöttek a résztvevők. A program 2015 óta várja két heti rendszerességgel a természetjárókat. Körülbelül 3 évvel ezelőtt volt a Patika Múzeumban egy füveskönyv kiállítás, és pont akkor végeztem el a fitoterápia szakot a természetgyógyászaton belül. Én akkor találkoztam Krizselnyi Annával, ugye ő a Szent István Király Múzeum egyik rendezvényszervezője, és ő mondta, hogy milyen jó lenne kijönni a természetbe, megismerkedni a növényekkel, gyűjteni, és esetleg arról beszélni, hogy hogyan lehet ezeket a növényeket felhasználni. Kicsit élővé tenni azt a sok elméleti tudást, amit ugye akár interneten, irodalmakban megtalálunk. Hogy zajlik maga egy ilyen túra? Tehát itt most kijöttünk mi 9-re, adott esetben most Pátkára, utána mi fog történni? Így van. Hát ahogy láttátok, először bemutatkozom, aztán elmondom, hogy körülbelül egyik fog tartani a túra, mindig az elején csinálunk egy kóstolót. Ugye most is készültem egy kis teával, szörppel, lekvárral, sziruppal, ugye, hogy tudják, hogy egyáltalán mit lehet készíteni, és most készülünk a túrára. Most, ahogy elmegyünk sétálni, megnézzük a növényeket, megnézzük, hogy mi az, amit begyűjthetünk, miért gyűjtsük be, esetleg mire tudjuk felhasználni, és mindig az aktuális helyen megnézzük az aktuális növényeket, mert igyekszünk minél több helyszínt keresni. Most éppen a Pátkai víztározónál vagyunk, de általában mindig Velencére, Bakonykuti, Csákberény, tehát nagyon sok helyre elmegyünk.
Gyorsan letakarom, és ott hagyom fél napra. A túra első állomásaként különböző őszi termésekből készített lekvárokat és szörpöket kóstolgattak a résztvevők, majd útnak indultak begyűjteni a különböző erdők, mezők adta gyógynövényeket. Velence, bakonykuti, pátka és csákberény csak néhány helyszín, ahol az elmúlt években már megfordultak a herbáriusz gyógynövénygyűjtő túrák résztvevői. Az ősszel lesz még alkalom túrázásra. Ez teljesen korosztálytól független ez a program. Ahogy így körbenéztek, látjátok, hogy a kicsiktől a nagyokig itt vannak. Nem nagy túrákat szervezünk. Ha mégis van olyan, hogy 4 kilométeres túra, mint például egyszer Csákberénybe csináltunk egy nagyobb túrát, azt előre szólok, hogy csak olyan jöjjön, aki bírja azért a terepet. De általában kicsiknek, nagyoknak szól ez a túra. Gyerekek is élvezik egyébként a gyűjtést. Ugye, akik már felnőttek, szeretnék mondjuk a házi patika készletüket egy természetes alapanyagokra lecserélni, ugye sokan szeretnék az egészségüket valami alternatív módon megoldani, úgyhogy ő nekik is szól, anyukáknak, családoknak, és esetleg az idősebb korosztálynak azért is, mert ők már egy kicsit elszakadtak ebből a világból, régen sokkal többet foglalkoztak, ugye voltak füves asszonyok, vagy nagymamák, nagypapák, akik ugye ismerték ezeket a fortélyokat, és jó nekik újból visszacsöppenni ebbe a világba, tehát azt hettem észre, az idősebb korosztály kifejezetten élvezi, hogy visszatérnek a régi ízek, meg a régi receptúrák. Idén még lehet ilyen túrával találkozni. Így van, idén még lesz, most vagyunk ugye szeptember majdnem közepén, még lesz például egy gyökérásás pákozdó, illetve október 1-én szeretnék csinálni egy interaktív foglalkozást. Nyáron volt egy gyógynövénytábor, amikor csináltunk szörpöt, teát, szirupot, olajokat, kenőcsöket, és most októberben ugye gyűjtünk gyökereket, terméseket, tehát most csinálunk szörpöt, lekvárt, kenőcsöket, olajokat, például próbálkozunk ilyennel, hogy gesztenyekrém, vagy esetleg fekete nadájtő, tinktúrát, úgyhogy ilyen receptúrákat kipróbálnánk együtt egy ilyen gyakorlati foglalkozásban, illetve még októberben szeretnénk csinálni egy olyat is, hogy mi lenne, ha véletlenül a természetben egyedül maradnál, tehát hogy élheted túl ezeket a napokat, milyen növényt fogyaszthatsz, ehetsz, hogyan találhatsz esetleg folyadékot, mi az, ami tényleg lehajolsz, és melyik termés az, amit tényleg megehetsz, mi az, amit nem. Tehát egy picit ilyen címmel indítanánk egy ilyen túrát, hogy túlélő túra. Ez is egy érdekes, mert tényleg ősszel és tavasszal lehet a legtöbb növényt így begyűjteni, amit meg tudunk enni. Szeptemberre és októberre is vannak még vasárnapi túraidőpontok. A részleteket és a pontos időpontot mindenki megtalálja a Szent István Múzeum honlapján. A heti feedben Bihari Erzsébet sikertörténetét mutatjuk be. A ma már gasztrobloggerként ismert szakács több mint 80 kilótól szabadult meg. No.
nagyon-nagyon egészséges ételekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, meg egy sikersztoriba, hiszen hogyha valaki több mint 80 kilótól megszabadul, azt hiszem, hogy ez egy ilyen követhető példa. Neked hogy sikerült? Gondolom, hogy nagy harc volt. Azt mondanám inkább, hogy folyamatában benne lenni, nem éltem meg ezt olyan nagy harcnak, nem volt szenvedés részemről, nem úgy éreztem. Így kimondva az, hogy 86 kilót fogytam, ez nekem is sok, főleg akkor, amikor mondjuk 10 kilót meg kell emelni, hogy annak érezve a súlyát, hogy annak a 8-szorosa volt rajtam, amit hoztam, vittem a nap 24 órájában, az úgy sok, de maga az út alatt aztán nem mondanám, hogy olyan megerőltető volt. Elkezdtem és csináltam. Elkezdeni volt nehéz? Vagy elhatározás kellett hozzá, és amint megvolt az elhatározás, akkor onnantól kezdve ment minden? Inkább csak egy ilyen kattanás volt, hogy akkor most már ettől meg kell szabadulni. Ez szakács végzettség után jött ez a gondolat, hogy akkor azt a fajta fizikai munkát, amit mondjuk a konyhán sülömi, forogni, azt akkor a nagy fizikummal nagyon nehéz lett volna tovább csinálni, és akkor határoztam el, hogy jó, akkor most ebbe bele kell vágni, és az első 10 kiló után végül is azt mondtam, hogy nincs megállás. Hogyha lement az első 10, akkor biztos, hogy le fog menni a többi 10. Az, hogy szakács vagy, segítette például, hogy mondjuk a megfelelő menüt össze tud állítani magadnak, vagy hogyan alakult ez? Abban nagyon-nagyon nagy segítség van, ami az ételekkel kapcsolatos, hogy nem muszáj mindent már megkóstolnom ahhoz, hogy mondjuk elkészítsem, hanem érzésre is mennek a dolgok. Szóval nem csak receptúra alapján dolgozom, vagy vagyok a konyhában, hanem érzésre is tudom már, hogy milyennek kell lennie, állagra, színre, illatra esetleg, és akkor ebben biztos, hogy a konyhai rutin az megmutatkozik a szakmából. Volt-e valami, amit teljesen száműztél az étrendedből, illetve mi az, amit fogyasztasz? Mert mondjuk én így ránézek az asztalra, és nagyon-nagyon-nagyon jól néznek ki azok a sütik és... Igen. Amit nem fogyasztok már, bár a fogyókúrás időszakomban fogyasztottam, szóval inkább úgy mondom, hogy amit már száműztem, az a finom liszt, a cukor, a tej és tejtermékek, illetve a glutén úgy, mint finom liszt, szóval, hogy akkor árpát sem eszem, rost sem, teljes kiöllésű vagy durum tésztákat sem fogyasztok, hanem amennyire csak lehet, azt kiszorítom teljesen a glutént a táplálkozásomból. Esetleg ami még a tejhez kapcsolódik, az a tejsavó, amit fogyasztok, abból esetleg a ricotta, illetve az orda, ami ugyancsak tejsavóból készül, meg a sékek, ami táplálék kiegészítőből, azokat fogyasztom. Aztán ezeket a tapasztalatokat most, hogyha jól gondolom, másoknak is átadod. Igen, végül is a Best Body Nutrition-nek vagyok a szponzorált tagja, aki ezt a gasztrós vonalat viszi, és akkor az én posztjaim is ugyanúgy megvannak osztva a Facebookon is, de végül is azt csinálom, amit szeretek, meg egyébként enni így is úgy is kell, szóval, hogy ez így nekem ilyen kerek történet, hogy az, amit én végigcsináltam, meg az, amit csinálok is folyamatosan, ez nem csak tényleg arra az időszakra szólt, amíg leadtam a túlsúlyomat, hanem ez egy teljes életmóddá vált. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!